Mindig kritikus időszak a szülők számára az óvodába szoktatás folyamata. A művészet terápiának köszönhetően azonban a gyerekek játszva tanulhatják meg későbbi életükben fontos dolgokat, és emellett szárnyalhat kreativitásuk is. A Mözsi Zöldkert óvodában dolgozom, immár 32 éve. Ez egy kétcsoportos német nemzetiségi óvoda, tehát ez a jellemző profilja az óvodának. Körülbelül 50 gyerek jár évente ide, vegyes korcsoportban, két vegyes korosztályú csoportban. És hogy jött ide a művészetterápia? 2021-ben végeztem egy művészetterapeuta képzést, és ez annyira megtetszett nekem ez a módszer, hogy ebből írtam a mesterprogramomat, a művészetterápia alkalmazása az óvodában, ami két területen valósul meg. Az egyik terület az óvónőknek egy munkaközösségben való csoportosítása, és ott nekik egy művészetterápiás program kidolgozása, a másik terület pedig a nagycsoportos gyerekeknek a művészetterápiás fejlesztése, ez pedig az iskola előkészítésen belül valósul meg. A fejlesztés keretein belül a gyerekek különböző technikák segítségével fejezhetik ki érzéseiket, vagy adhatnak hangot aktuális érzelmi állapotukról. Tulajdonképpen a módszer neve, amit dr. Antafai Márta dolgozott ki, a Katarzis Komplex Művészetterápia, ez azt jelenti, hogy egy ilyen katartikus, egy erős érzelmi töltést próbálunk mesterségesen előidézni a foglalkozás során, amivel aztán előjönnek a komplexusok, a feldolgozatlan konfliktusok, amik egy alkotási folyamatban szimbolikus formában feldolgozásra kerülnek, és így hát végülis ez maga a művészetterápia. Tehát egy terápiás folyamat a művészetek segítségével. Tulajdonképpen a több művészeti ágat is bevonunk be, a legfőbb az ábrázolás, különböző változatos technikákkal, de a vers és a zene, komoly zene ereje is hozzásegít, tehát azokat is bemondjuk, és így történik tulajdonképpen egy terápiás folyamat. Ennek nagyon sok pozitív személyiségre gyakorolt hatása van. Ha általánosságban nézzük, akkor ez egy önismereti munka is, egészségvédelem, egészségmegőrzés, és a külső és a belső egyensúlyunknak a visszaállítását is szolgálja. Ha ezt most óvodáskorú gyermekek szempontjából figyeljük meg, akkor pedig az ábrázolási technikák nyilván az alapkészségeket fejlesztik, mint a finom motorika, grafomotorika, szemkész koordináció, kreativitás, fantázia, de a művészetterápia még hozzátesz nagyon sok olyan dolgot, amire szüksége van a gyereknek ahhoz, hogy például az iskolában megállja a helyét, például az alkalmazkodás, egymásra figyelés, tolerancia, elfogadása, a más véleménynek az elfogadása, tehát egy nagyon komplex dolog, ami azt szolgálja, hogy a gyermek az iskolában nem csak a fizikai és a szociális téren és kognitív téren legyen iskolai élet, hanem pszichés szempontból is. A művészetterápiában résztvevő gyerekek sokkal hamarabb illeszkednek be a közösségekbe, és könnyebben birkóznak meg az előttük álló akadályokkal is. Élmény, gondolat megjelent most neki a folyamatban, azt próbálja különböző technikákkal ábrázolni, de nem kell szépet rajzolni, hanem csak ami az érzelmei vagy a keze, amit létrehoz. És ez nagyon fontos része ennek a módszernek, hogy nem kell hozzá rajztudás, meg rajztehetség, hanem, és nem is ez a lényege, hanem csak az, hogy kiadjuk magunkból amit érzünk és gondolunk. Az alkotó rész után mindenki megnézi a másik szerzeményét, és elmondja, hogy mi jut eszébe a műről. Ilyenkor csak a munkát szabad jellemezni, a készítőjét soha. A végén pedig, amikor megnéztük az alkotásokat, akkor pedig mindenki elmondja, hogy érezte magát,
milyen emlékek, gondolatok jutottak eszébe, és azt még elfejtettem mondani, hogy nagyon fontos ez a verbális fejlesztés része is, hogy beszélünk a gyerekekkel az érzelmeinkről, hogy, és megtanulják az érzelmeiket kifejezni, és nagyon fontos pont ezért, hogy egy kis csoportos foglalkozás, tehát maximum 8 gyerekkel, és egy ilyen teljes nyugodt környezetben történik. A művészetterápia minden korosztálynak pozitív dolgokat adhat az önmegismerés útján, a lelki problémák és a konfliktusok feldolgozásában.